Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere beszédében kiemelte, reméli, hogy a jövőben egy szoros együttműködéssel fejleszthetik a várost. Nagyon fontos, hogy mai nap ezeket a megbízó leveleket át tudtuk venni, hiszen ez Dombóvár szempontjából egy lényeges nap volt, amit azért is szeretnék kiemelni, mert nem csak a helyi önkormányzati képviselők kapták meg, hanem a nemzetiségi önkormányzat képviselői. Német nemzetiségi önkormányzat tekintetében a partnerség meg volt eddig, továbbra is meg fog maradni, és náluk Isten igazából személyi változás sem történt. Ami változást fog hozni az életünkben, hogy a horvát nemzetiségi önkormányzatnál három új képviselővel tudnak majd megalakulni, remélem, hogy újra tudják önmagukat éleszteni, és tartalmas programokat hoznak el a dombóváriak számára. Sajnos félúton menet közben a roma nemzetiségi önkormányzat elfogyott. Azok a személyek, akik most megválasztásra kerültek, megítélésem szerint biztosan garanciák arra, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő, hogy az előttünk álló ciklus 2024-29-ig sikeresen végig tudják vinni. Majlát László, a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselője elmondta, az oktatás színvonalát szeretnék növelni, segítve ezzel a hátrányosabb helyzetű gyerekeket. Én 16 évig voltam itten kisebbségi önkormányzat vezetője, illetve egy alapítványnak az elnöke, ami most is létezik és oktatással foglalkozik, ezen továbbra is az elnöke vagyok, de ugyanazt szeretnénk folytatni, amit abban az időben, 2012-ben abba hagytunk, lényegében gyerekekre van a hangsúly inkább az oktatásra. Szeretnénk egy önálló iskolát, ami nem olyan oktatást, hogy reggeltől estig, hanem mikor végeztek az általános iskolába, elgebédeltek, akkor átjönnek, ugyanígy volt régen is, és felzárkóztatás. Horváth Józsefné kifejtette, októbertől újult erővel fognak azon dolgozni, hogy a pályázatok maradéktalanul megvalósuljanak. A saját körzetemből beszélve Szuhajdon, nagyon-nagyon problémás, mert a sok eső miatt komoly feladataink vannak, tehát én azt üzenem minden fent a választóinknak, hogy Szuhaj következik, viszont vannak olyan terveink, olyan előkészített projektjeink, amelyek ugye most a jelenlegi gazdasági helyzet miatt abban maradtak, bízunk benne, hogy ebben változás lesz, a nagy terveinket meg tudjuk valósítani. Távol létüket négyen jelezték, így ők majd egy későbbi időpontban vehetik át a megbízó leveleiket.